A búzáról, az aratásról énekel a Sombereki Kórus a településen tartott megyei búzagyűjtőnapon. A helyi mezőgazdasági szövetkezet telephelyére hordták össze a baranyai gazdák felajánlásait a Magyarok Kenyere programhoz pénteken. Nagyon sok gazdálkodó csatlakozott idén is a Magyarok Kenyere programhoz. Örömmel jelentem, hogy a tavalyi mennyiséget már meghaladtuk. Az idén összesen idáig a mai napig 38,5 tonna adományfelajánlás érkezett a gazdálkodóktól. Ezt úgy is mondhatnám, hogy több ezer embernek a felajánlása. Baranya nagyon sok szövetkezet van még, és egyéni gazdálkodók. Ha most azt nézzük, hogy egy szövetkezet felajánlása, akkor akár 100-150 ember is részt vesz abban a szövetkezetbe. Őket egy ünnepséggel fogadták Sombereken. A Magyarok Kenyere egy igazi sikertörténet, amely az összefogás révén nyújt segítséget a rászorulóknak, mondja megyei kormány megbízott. Az egész magyarságot megmozgatja, határon innen és határon túl. Jó példája annak, hogy bemutassa, hogy bár sokan azt gondolják, hogy a magyarok nem összefogóak, nem együttműködőek, ez a program pont az ellenkezőjét mutatja, mert hogy igenis a magyarok jó célért össze tudnak fogni, a magyar gazdák meg tudták mutatni, és most már 9 éve megmutatják, hogy ahol van, azok tudják, hogy azoknak is kell abból adni, akiknek kevesebb jut. A Magyarok Kenyere olyan jótékonysági program, amelynek keretei között a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogatják. Nem csupán a határokon innen, de a határokon túl is. A program során a Kárpát-medence magyar lakta területeiről nemzeti összefogással búzát gyűjtenek az adományozóktól. A felajánlott kenyérgabona egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában juttatják el a rászorulókhoz.